Az egész Giannutri család. A legjobbkor jövök hát. Mi van enni? Milyen színe van ennek a paradicsomnak? Persze, éjszak jellemző. Maga itt akar enni? Én nem lehet. Nálunk ilyen paradicsomok vannak. Tényleg? Azonnal takarodjon a házamból! Igen? Szólj Fabriciónak! Bizony, szólj csak kicsim, a sültet véresen, közepesen kicsit átszúrva. Nem hallotta. Távozzon! Elolvasta a névjegyemet? Amit a hátuljára írtam. Köret nem kell, kis padlizsán! De akkor is... Éhes vagyok. Messziről jöttem. Délről. Tudja? Délről. Déli. Ez egy déli. És mit eszik mama? Mit? Talán római? Á, folyból jövök. Hova ülhetek? Na, hol ide hozzánk egy déli? Hol a fegyvere? A nadrágodban, bunkó! Ez a harangszó, ez a szentendrei Péter Pál templom harangja, és mit vagyunk most éppen a szentendrei városháza udvarán, ami nagyon alkalmas arra, hogy nyári színházi előadásokat játszunk, és a közönség megnézze. Az új színház ebben a minőségében először van itt Szentendrén, a Mert a mamának így jó című színdarabot játsszuk el ezen a nyáron itt, ami nem más, mint egy nagy, harsány, abszurd, délolasz stílusban megírt vígjáték. Remélem a nézők is jól fognak szórakozni rajta, mert a színészek azok a színpadon is remekül érzik magukat, és én magam is jól szórakozom, miközben játszom, és miközben a kollégákat nézem. Ez az előadás ősszel az új színházban kerül bemutatásra. Ha jól tévedek, ez lesz az első nagy színházi bemutatónk a 12-13-as évadban. Ellenben az elmúlt évadra visszatérve szintén voltak bemutatóink februártól számítva. A nagy színpadon volt Hodolányi Földindulás, a Kamaraszínházban volt Páskándi Géza Vendégség, és Posgai Zsolt a Szűz és a Szörnyetek című színdarabja, amiket természetesen a következő évadban, vagy évadokban tovább játszunk. De mare quante bello, spira dando sentimento, e come tu. Az új színházban a Magyar Dráma Napján szeptember 21-én kezdünk a Szűz és a Szörny című darabbal, amely a Magyar Dráma Napján mintegy megnyitja az új színház első valódi és nem csonka évadát. Történetesen saját darabomról van szó, ez azért is alakult így, hiszen amikor az új színház új vezetése létrejött, nagyon sok író nem merte darabját adni a színháznak, nagyon sok rendező nem mert rendezést vállalni. Ez volt egy fél éve, most már egészen más a helyzet, de a műsor maradt. A Szűz és a Szörny Kautsky Armand rendezésében, tehát szeptember 21-től megy a színház bűsorán. Egy józsefvárosi megtörtént eset feldolgozásáról van szó, egy abszurdról. Ezt követően Márai Sándor a Gyertyák csonkig égnek című művét mutatjuk be. Ez egy csodálatosan szép színpadi adaptáció. Két embernek, három színésznek, négy színésznek egy kiváló feladat. A Gyertyák csonkig égnek bemutatója október 6-án lesz. Ezt követően október 18-án egy igazi érdekességre kerül sor az új színházban, ahol is Nyírő József Jézus faragó ember című művét mutatjuk be a közönségnek. Azért érdekes ez, mert Nyírő József munkásságát és egyáltalán személyét az utóbbi időben rengeteg támadás érte. Ezt a darabot akkor vettük műsorra, amikor még nem volt szó sem újratemetésről, sem újraértelmezésekről. Nagyon bízom benne, hogy mire odaérünk, ezek a hangok meg fognak szűnni. Nyírő József műve az erdélyi havasokban egy csodálatos, szép, megrázó emberi történet. A stúdiószínpadon mindeközben Csurka István Deficit című művének a próbái folynak. Ennek a bemutatója október 28-án lesz. A Deficitet követően már a színház próbálni kezdi Tamási Áron Ábel című művét, az Ábel trilógiának mind a három regény adaptációját, vagyis Ábel a rengetegben, Ábel a nagyvárosban és Ábel Amerikában. Ez a három mű egyszerre a színpadon december 14-i bemutatóval.
donne, donne, che l'amore trasformerà. Azt gondolom, hogy ha bárki meghallja azt, hogy Szentendrei Teátrum, akkor valamiféle kép rögtön felsejlik a lelkében, a szívében, a fejében, és ez általában valami kellemes, nosztalgikus érzéssel párosul. A hagyományokról is lehetne hosszan beszélgetni, hiszen most már több mint 50 éves a Szentendrei nyár, és hát emblematikus előadások és események köthetők ehhez a színhelyhez, és nagyon nagy átalakuláson is ment keresztül maga a rendezvénysorozat ez alatt, a több mint fél évszázad alatt. De az biztos, hogy a város jellegéből, hangulatából át tudott örökíteni a mai időkre is egy ilyen nosztalgikus élményt, érzést, és igazából a mi szándékunk és célunk is az, hogy ezt a fajta nosztalgiát megőrizzük, és egyfajta 21. századi rítussá emeljük. Ez a cél vezérelt bennünket akkor, amikor ezt az egész nyári programsort összeállítottuk. És hát természetes, nem csak a nosztalgia jellemzi ezt a fél évszázadot, hanem mindenképpen a minőség és az egyedi arculat. Tutte belle le mamme del mondo, grandi tesori di luce e bontà, che custodiscono un bene profondo, il più sincero dell'umanità. 1998-ban adtam be az első tervet hivatalos szerveknek olyan színház létrehozásáról, amelyik csak magyar darabokat játszik. Nem újdonság ez Európában, Európa minden nagyvárosában van olyan színház, amelyik kortársakat vagy klasszikus írókat játszik, abban a nemzetből, abban a nacionáléból, ahol van. Nem gondoltam volna, hogy 15 évbe kerül, amíg egyszerűen valaki komolyan veszi, és valaki azt mondja, hogy ilyen színház Magyarországon ma megvalósítható. Szerintem minden más színház egyszerűbb lett volna. Furcsa országban élünk, ahol igazából ez a legnehezebb. Magyar értékeket, magyar írókat, magyar műveket életben tartani. Elég régóta szerettem volna már vígjátékot írni, olyan igazi, olaszos, jó kis vígjátékot, mindenféle politikai vagy egyéb felhang nélkül, de sajnos ez nem kellett az igazgatóknak, mert azt mondták, hogy magyar író nem tud vígjátékot írni. Ezt mondták a 80-as, 90-es években, erre bedühöttem és írtam Olasz állnéven egy darabot. Ezt a darabot mutatjuk most ma itt be Szentendrén, Mert a mamának így jó címmel. Giorgio Pianosa a szerző neve eredetileg. Pianosa egy sziget, helyesebben kettő. Az olasz csizma mind a két végénél van egy Pianosa sziget, nem is tudom, hogy tudják őket megkülönböztetni. A nevet úgy szereztem, hogy ránéztem az olasz térképre és láttam, hogy ez a sziget elég jól hangzik. Így lett Giorgio Pianosa az író, aki írta ezt a darabot. Meg ki is próbáltam, a Kecskeméti Színháznak küldtem el legelőször a művet álnév alatt, természetesen Pianosa álnév alatt, és nagy meglepetésemre az igazgató Bodolai Géza, ahogy elolvasta, azonnal fölhívott és közölte, hogy ő ezt bemutatja, nem is akármikor, hanem rögtön, mert évek óta vár egy valódi olasz vígjátékra. Éreztem némi önelégültséget, meg elégedettséget erre a történetre, különösen, mikor közölte, hogy meg is kell rendezni. Így aztán az előkészületek során, a színészek válogatása során és a színészek szerződésénél már tudtam, hogy mifelé megyünk a darabban. Aztán persze az olvasó próbán kiderült, hogy Giorgio Pianosa nem létezik, illetve létezik, csak éppen én vagyok. Ez a játék ez elég sokáig ment tovább, hiszen maga a nézőközönség nem tudta. Nem tudhatta, hogy kit akar az álnév. Egészen addig, míg a darabot bemutatták a Várszínházban, Iglód István rendezésében, aki viszont szintén tartotta magát ahhoz, hogy ne derüljön ki, hogy ki a valódi szerző. Azt is elkövettük még azt a merényletet, hogy a darabnak a sajtó bemutatóján egy jó nagy parókában, nagy hajjal, szakállal, bajusszal szépen felöltöztetve engedte ki a színpadra a jelenlevő Avar István, Mór Marian és a többiek nagy döbbenetére, és a sajtóban az jött le, hogy a szerző Olaszországból meglátogatta a saját előadását.
köszönt neked a szárnyaláshoz, mi? Te talán még ma is szűz vagy. Szégyene, Gianutri, aki szűz. Hagyd még ki, mert Bridget, hagyd még ki, mert én... Te mit? Mama, te ezt hagyod? És ha szűz vagyok? És ha én ezt választottam? És ha én így akarom? Bért! Miért legyek én olyan, mint te, ha? Igen, mint te, hogy minden este más nővel, szégyentelenekkel, amikor egy ilyen anyával áldott meg az ég, a tisztasággal becsület maga, hát mit kapsz te tőle, hát mit kapsz te azoktól a lányoktól? Megmondom én, te mit kapsz, meg a nem is szereden habos váladékot, véres habos váladékot! Egészen addig, amíg el nem ért téged az úr bosszúja! Igen, az úr bosszúja, milyen bosszúja? Amit bosszúval küldött ide a földre! Az majd lekapja a fejedet, bekapja a fejedet, Luigi Gianutri, lekapja, az éc, az majd bekapja a fejedet, Luigi Gianutri, és leszopogatja a szempolyodat, és kifolyik a lyukod, a fertőzött agyad, Luigi! Épp megint Velence! Milyen Velence? Ahova Luigi szerint köpni járnak a turisták. De miért? Ne kérdezősködj folyton, itt nem lehet figyelni a veszekedésre. Az majd letöri a nyakadról a fejedet, és kilóban a nyelőcsövet égni, és akkor majd... Elgondolkodol azon, hogy miféle életet éltél te itt a földön, Luigi, hogy mifélét? Hát szerető rúg vagy, mondhatom. Azt nem mondom, hogy az energiáim azok nem szélsőségesek, mert hisz ennek már számtalan tanúbizonyságát láthatták a nézők, tehát... De én, hogy mondjam, tehát én nekem a hátamon nagyon sokáig lehet fát vágni. És mit tudom én, mondjuk egy olyan századik becsapásnál esetleg azt mondom, hogy na most aztán elég. És ez tart egy fél másodpercig, aztán befejezem. De emlékeim szerint 20 éves koromban nem voltam. Tehát én nagyon fiatal titán koromban akkor, ami a szívemben a számon volt. Én ezt is vállalom, hogy az egy nagyon szép, lázadó 20 éves korszak, amit szerintem minden 20 évesnek át kell élnie, és aztán 30 éves korára illik ezzel szembesülnie, és amikor már 40 fölött van, akkor tulajdonképpen jó, ha tudja használni és kezelni ezt az energiát. Bérze! Kicsoda, nem láttam semmit! Beatrice tökön szúrta Luigit az asztalon. Mit keresett Beatrice az asztalon? Legközelebb majd jobban meggondolod. Ezt belém akart a vágyat, nem volt elég erő hozzá. Sajnos, majd legközelebb. Mama, ezt belém akart a vágyat. Elég ott! Mi bajotok van nektek egymással? Apátoknak hála anyagi jólétben a legteljesebb erkölcsi nevelésben nőhetetek fel. Giacomót kitanítottuk, meg is lett az eredménye, hogy téged is kitanítottuk, Istenem, nem sikerülnek minden. Beatrice a szeplőtelenségnek áldozta az életét és harcol a nők egyenlőségét a vasárnapi mozgalomban. Mindent megkaptatok. Ez az egy rohadt szombat nem múlhat el a nép? Mama, tudod, hogy én csak tudom. Ilyenbe én nem, biztos nem. Én meghűlnék. Nem vagyok profi hazudozó. Én profi hazudozó vagyok. Én nem. Civilben nem. Tényleg? Abszolút. Szegény családod. Na, ők ezt pontosan, ők ezt jobban érzik. Ezek jótékony hazugságok. A cél szentesíti az eszközt. Itt is ez van. A családi békéért mindent. Akkor ott volt még az a kajmá. Törstől kaptam ajándékot. Egy kajmá nem sokat mozog. Egész nap áll a fényben. Ennyi, semmi. Egyáltalán, milyen az a kajmán? Akkor is sebesült voltam. Együtt egész nap a kajmánnal. Eltelik egy fél nap. Egy pislantás. Még egy fél nap. Még egy pislantás. Nagyon dühített a dolog. Egy vasárnap reggel. A kezembe vettem egy vadonatúj. Éles beretvált. Leültem a kajmánnal szembe, és vártam. Mire várt? Érezte, hogy valami nincs rendben, mert egész télen őt nem pislantott. De délután... Azonnal fejezzen ezt meg, kérem! Délután pislantott, én meg... Egy vágásra kivágtam mind a két szemhéját.
Nem hiába voltam távolsági lövészűzé, reflexem az volt. Egy vágát, mind a két személyen. Először meglepődött. Aztán sírt. Ahogy egy kajmán sír. Aztán már nem találta a helyét. Egyre gyorsabban mozgott. Körbe-körbe. És akkor megértettem, mit tettem. De engem is meg lehetett érteni. Nem lehet látni, úgy hagyni valakit látni, hogy ne tudja kifejezni olyan mozdulatlanságban, olyan akciótlanságban, hogy aki őt szereti, az iránt egy kis hálát. Meg is döglött. Egyre gyorsabban mozgott. A szíve nem bírta volna tovább, megsajnálta, megfogta, falhoz vágta, kész. Parancsolj. Nem, te kezded. Te vagy a lány, kezd el. Nem, te na, fogod. Mondjad. Nem állj! Miért mindig élet az én? Jó, elkezdem. Na. Szóval mi idén végeztünk az új Szia stúdiójában. Ez egy 3 éves színészképzés, és van egy ilyen szóbeszéd a színészek körében, hogy a legtöbb színész az életében legalább egyszer volt új Szia stúdiós. Nagyon sok embert innét vettek föl később a főiskolára, vagy pedig innét került a pályára, és most mi vagyunk a legfrissebben kikerült növendékek, és nagyon boldogok vagyunk, mert most mi lehetőséghez jutottunk. Kaptunk egy lehetőséget, és mi kaptunk az alkalmon, és reméljük, hogy sikerült olyan munkát nyújtanunk, mint amit vártak tőlünk, és sikerül ezzel egyről a kettőre haladni. És igen, osztálytársak voltunk Ádámmal, és nagyon jó időszakot töltöttünk a színházba, kellemes volt a légkör, a társaság, az emberek, segítőkészek voltak. Fontos egyáltalán, hogy igaziak vagyunk-e, vagy másolatok? Hát nem ugyanúgy könnyezünk, nem ugyanúgy nevetünk ebben a büdös életben, mint azok, akik csak szeretnénk lenni, akikért játsszuk az életünket. Együtt vagyunk. Nem ez a fontos. Tudja, miért váltam el Giacomo-tól? Vagy Luigi-tól? Már azt se tudom melyiktől. Annyira egyformák, annyira egyforma zsendők. Tudja, miért váltam el tőlük? Mert külön-külön, de még együtt is képtelenek voltak összehozni egy kis Pietrót. Na ez lehetetlen egy zsárnyi! Impotens! Szerencsétlen fajta! Lívia, hazamegyünk! Impotenció? Az mi is? De nekem már nem számított. Ezek a szombatok voltak az értelmes napjaim, mert itt volt a kis Pietro, akit béreltünk. Egyik fiattól sem estem teherbe, Maria. Üres a mélyem. Fáj neki az üresség belül. Ez a kis bérelt Pietro melegített csak igazán. Én még haza is vittem már, amikor volt rá pénzem. Ne tudja meg, mit éreztem. Ott az a sok állat az állatkertben. Míg a tasmán ördög is szaporodik a fogságban. Én meg a szabadságban kotorva a szart, még ott se! Maga nem tudja, milyen az lefeküdni otthon este egyedül, és érezni az ürességet belül. A lehetőséget belül. Miközben minden hülye olasz családban 5-6 kis ördög szaladgál. Maga nem tudja. Magának itt van a 2,5 fia. Hiszen az egyik öngyilkos lett. Magának itt vannak akkor is, ha nem egészen normálisak, de én... Mihez kezdek én? Mi értelme, hogy egyáltalán létezem? Meg tudja ezt mondani? Gyakorlatilag folyamatosan olyan időszakot élek, amióta az eszemet tudom, hogy lennék állatkertben takarítónő két dolog miatt. Egyrészt annyira imádom az állatokat, és annyira kikapcsol a közelségük, hogy nekem akármikor, még hogyha takarítani is kell utánuk, amikor már otthon is megteszek az 5 kumacska meg a kutya után, az nekem felér egy agymosással, tehát ezért is lennék. Másrészt pedig miután, de persze ebben nem menjünk nagyon bele, hogy milyen bizonytalan helyzetben vannak a színészek is, meg a színház, meg amúgy meg mindenki,
egy olyan nőnek, aki gyerekeket nevel, és őket etetni kell, és ruházni, meg tanítatni, szerintem nem elképzelhetetlen, hogy mondjuk más csináljon, mint amit valaha tanult. Tehát ha éppen nem kapnék lehetőséget, hogy színpadon játszak, akkor tulajdonképpen lehet, hogy a következő választás az lenne, hogy az állatkertben kéne dolgozni. De hogyha ebben jól belegondolok, ez valóban így, akkor hol máshol? Hát sokkal szívesebben mennék az állatkertbe dolgozni, mint hogy beüljek egy bankba, bankos kisasszonynak. Az új színházban nagyon jól érzem magam, bár a természetemből fakadóan én azt gondolom, hogy egy ilyen visszahúzódó teremtés vagyok, de nem, ez nem biztos, hogy baj. Tehát amikor egy új közösségbe bekerülök, akkor mindig először csak csöndben figyelek, hogy ki hogy reagál arra, hogy én oda jöttem, és próbálok szintén alaptermészetemből fakadóan én barátságos és kedves lenni az emberekhez, és akkor nagyon jól esik, amikor ugyanezt tapasztalom mások részéről, és nagyon rosszul esik, amikor nem ezt tapasztalom mások részéről. De az új színházban nem volt ezzel probléma. Még úgy érzem, még mindig persze, hát most egy hónapot próbáltam az új színházban, még úgy érzem, hogy nyilvánvalóan nem olvadtam bele a társulatba, hiszen erre nem volt még lehetőségem, de hát a cél az, hogy ott társulati tag legyek. Menjen és kürtője tele a várost a múltammal! Maga akkor is csak. Hogy is mondtam? Egy gyalog figura marad a saktáblán. De én vagyok a királynő. És a gyalog kiütheti a királynőt, de utána biztosan nem mennek el ketten vacsorázni. Mert a gyalog csak gyalog marad. A királynő az király! Egy darabig biztos, hogy éltem úgy, hogy becsaptam önmagamat azért, mert úgy gondoltam, hogy ez így jó, miközben éreztem valamit már belül, hogy ez nem jó. De a végén, amikor eljön az a pillanat, akkor megrázom magam is, felállok. Volt ilyen a szakmámban is, akkor egy színházat hagytam ott, amely színház a kedvenc színházam volt. Volt a magánéletemben is ilyen. Elmegyek az utolsó másodpercig, és amikor úgy érzem, akkor semmi nem tart vissza.